Üdv prepperek és vadászok! Ebben a videóban egy speciális lámpát, mégpedig a CyanSky K3i8-as lámpáját szeretném bemutatni, ami nem simán csak egy lámpa, hanem ez egy infrafényvető, ami 350 méterig képes elvilágítani. Na, erről fog szólni ez a videó, gyertek, nézzük meg, mi van a dobozba. De előtte jöjjön az intro! Nos, itt a mi kis lámpánk, és mindjárt feltűnik a dobozon, mert jó nagy betűvel feltüntették, hogy ő egy infralámpa, tehát nem egy szokásos LED-del szerelt, hanem egy infraleddel szerelt lámpa, ami egyébként 5000 milliwatttal képes világítani. Ugye itt rá van, fel van tüntetve, hogy kétféle akkumulátorral is szerelik ezt az eszközt, 21700-as, vagy pedig 18650-es, majd meglátjuk, hogy ebben mi van benne. Ugye itt van az, hogy 5 órán keresztül képes világítani, tehát ennek nincs több fokozata, itt van a kandella száma, és maga az eszközünk az 2 méterig vízálló, illetve IPX8-as védelemmel látták el. Na de bontsuk ki, mi van benne. Nézzük meg. Itt van maga a kis dobozunk, és itt van benne a töltelék. Na, srácok, látjátok, kapunk egy minőségi gyöngyvászontokot, ami egyébként nagyon jó dolog, mert védi a lámpánkat. Kapunk egy horcíjat, kapunk 2 tömítőgyűrűt, és egy faroggombot, mert ugye neki már taktikai farok kapcsolója van. Így néz ki maga a lámpaeszközünk. Ha megnézzük, akkor egy sima tükörlencsés, ott van alul a kis infralámpánk. Igazából ez csak a kamera érzékenysége miatt látszik, de szabad szemmel csak éppen, hogy csak egy pici fényt látnánk ott, kb. Így ennyit. Speciális alumínium ötvözetből készül a lámpatestünk. Nézzük meg, hogy milyen akkumulátorral szerelték ezt a típust. Hát igen, ez egy 21700-as, 5000 mAh akkumulátor, ami USB-C-n keresztül tölthető közvetlen az akkumulátoron. Ugye ilyenkor egyébként megjelenik, itt van egy kis visszajelző LED abba a kis lyukba, és ott jelzi nekünk, hogyha fel van töltve, mert akkor a piros zöldre vált. Jó minőségű akkumulátor, ahogy elnézem, aranyozott végződés kapott. És precíziós maga a menet is, tehát én úgy gondolom, hogy CyanSky nagyon-nagyon jó minőséget gyárt. Na de a Pruding próbálja az evés, mert hogy ezt a lámpát napközben igazából nagyon bemutatni nem fogom tudni. Különben ezt is csak a kamerám látja ezt a fényt, én szabad szemmel nem látom azt a lilát. De majd este megnézitek. Na de nem is igaz, mert a Julafonnak itt van az 25T Pro verziója, ami éjjellátó funkcióval is ellátták. És látjátok? Közben rögzítsük ezen is a videót. Gyönyörűen megjelenik ott a lámpánk, és majd éjjel leszek kíváncsi, hogy ott a vad mozog-e. Nos, srácok, egyébként teli hold van. Látjátok, szépen besötétedett. És ez most az éjjellátó funkciója egyéb infra sugár nélkül. Na most nézzük meg, hogy mit csinál, ha bekapcsoljuk ezt a kis lámpát, a fókuszálj rá.
az éjjeli fény nem fókuszál annyira. Ez ugye egy infravető. Nézzük meg. Ugye meg is jelent a fény, ami egyébként természetes módon nem jelenik meg, de ezt mindjárt meg is mutatom. Most megy a fényvető, tehát egyébként valamelyest érzékeny, de mégis nem mutatja a fénysugarat. Na és hát nézzük meg, hogy látjátok, pedig az a erdősáv az egyáltalán nem itt van. Nagyon messze van, és egész jól elvilágít. És nyilván lenne nálam egy ilyen látó távcső, akkor elég jól meg lehetne figyelni a tájat. Nos, mint láthattátok, nagyon jó a fényvetése, nagyon messzire elvisz így éjszaka is. Ha vadász vagy, szerintem egy ilyenre feltétlen szükséged van, és most megnézhetitek, mert beraktam a ajánlói linket a videó leírásába, nagyon jó áron meg tudjátok szerezni, és hát nem kell más hozzá, mint egy éjjellátó távcső, vagy pedig egy ilyen éjjellátó telefon, és meg tudjátok a természetet vizsgálni éjszaka is, úgy, hogy a vad, vagy éppenségében a betolakodó, vagy a megfigyelt személy nem veszi észre, hogy te világítasz. Mert bizony prepper szempontokból is hasznos lehet egy ilyen lámpa, úgyhogy ha tetszett a videó, akkor feltétlen nyomj egy lájkot. Ha nem vagy még feliratkozva, akkor nézz körül a csatornámon, és lásd meg, hogy milyen érdekes, izgalmas videókat, teszteket készítek, úgyhogy feltétlen iratkozzál föl, és a kis csengőt is nyomd meg, hogy értesítést kapjatok az újabb videóimról. Köszönöm szépen a figyelmet, erőt, reménységet kívánok mindenkinek. Sziasztok!